Na szevasztok srácok, én Baluka vagyok, és itt vagyunk a következő Memory Builders-es videóval, avagy a második ilyesmi videóval. Mivel az előző videónak 10 000 fölötti megtekintési aránya lett, és rengetegen mondtátok, hogy folytassam ezt a sorozatot, vagy hát videót, ezért folytatjuk. Nagyon sokan mondtátok, hogy a Mesteremcén nem annyira jó ez a minigame, úgyhogy írtátok ezt a Mindpolis szervert, ahol lemagyarosították nekünk másolda nevezetű minigémre, úgyhogy másodlizni fogunk a Mindpolis szerverén Máriával. Sziasztok! Illetve Ózonnal. Sziasztok! Akkor joinoljunk bele az arénába. És itt vagyunk az első arénával, rengeteget kellett arra várnunk, hogy konkrétan bejoinoljunk ebbe az arénába. Nem vagy srácok, ezt mind értetek csináljuk, azért mert elvileg ez a sorozat tetszik nektek. Amíg itt várakozunk erre az arénára, addig el szeretném mondani, hogy nyárra tervezek egy pár vlogot, mivel a vlogolós téma nekem nagyon bejön, és úgy gondolom, hogy ez a vlogolás, ez szerintem amúgy egész jó dolog, az, hogy leülsz a kamerára, és akkor kitárod a szívedet, és mindent elmondasz, amit akkor érzel. Jó, igen, és nem azt mondom, hogy a Minecraftos videók el lesznek hanyagolva, hanem kb. Olyan mennyiségben, hogy mondjuk heti egy vlog és két Minecraft. De igazából az is lehet, hogy nyáron mondjuk heti 4 videó lesz, és akkor egy vlog és 3 Minecraft. Nara, mi? Mancsot kell építeni. Úristen, megint 0%-ot fogok elérni, figyeljétek. Hát, én is kb. Úristenem te. Hogy lehet ilyeneket adni? Te azt sem tudom, hogy hol van. Mária? Mondjad. Hány magas? 3? 3 a legmagasabb pontja. Úristenem, én azt sem tudom, hogy megint 0%-os lesz te. Fizikai képzés. A karmok azok hogy vannak rajta? De, ez itt biztos, mi, mit kell nem építeni másikra? Akkor miért van ennyi alapanyag még nálam? Én igazából azt sem tudom, hogy hol van. Várjál, mondjuk így, nem? Ez biztos, hogy nem így van. De én azt sem tudom igazából, hogy hol van, vagy hogy mit kell építeni. Hogy random össze-vissza építgetek, ezek nagyon durvák a musrácok. Tökéletes! Lejárt az idő. Na, hány százalék? Én tökéletes. 76 százalék? Akkor nem én esek ki. Én 100%. Pamacs. Na, figyelj, nem mi estünk ki, az már jó dolog. Hanem pamacs barátunk, elbúcsúzunk tőled, robbanjon. Aminek kell. Kockák. Na jó, ez nem nehéz, ez zizi. Ez zizi. Mi? Ja, csak nekem aggód belőle? Igen, csak neked. Ide egy, ide kettő. Így. Figyeljetek, első leszek. Figyeld. Ha csak nem ózon, nem lopja be. De, ha minden jól megy, akkor ott az első. Nem a. Easy guys. Subdov játékos elérte. Itt nem tudsz, ez tök könnyű, csak oda kell állni, ahol volt. Itt az egyik sarkában van egy, a másik sarkában 4, és azzal szemben meg 3 magas. Hadd Ozi, ha kiesel a második körbe, akkor azt mondjuk, hogy gáz vagy. Jó, igaz, én előző arénába 0%-ot értem el. Nullát. Úgyhogy kiestem az első körbe, de valakinek annak is kell lennie. Figyelj, Ozi, hány százalék? Én hogy építettem ekkora szarul? Hogy még volt 75, egy... Na, azzal nem biztos, hogy kiesem. 72. Ha, de... Még volt egy kis blokk. Nem is vettem észre. Hát figyelj, én full ezért tökéletes. Máriának az a pamacs, vagy karom, vagy mi volt? Úristenem! Most jó van. Úristenem! És 6 másperc kapásból, hogy elindul 6 másperc, jól van. Azt a rohadt. Várjál, most én nekem befagyott, kész. Én miért fagyok ki? Messzar a géped. De nem az, hogy kifolyt, hanem hogy kidob. Nekem az egész Mindpolis laggol valamiért, tehát ilyen ping-szerűen. Igazából én azt sem tudom, hogy igazából merre kell menni. Nekem 3 pingem van. Nekem most jelenleg 3, igen, nekem is. Kész, hát én most túlzoltam ezt a izét. Hallod Mária, én azt sem tudom igazából, hogy kell. Az oldalfalai az teljesen be vannak építve? Basszus, hogyha az előző meg lett volna, akkor még te is vinnáltél volna, plusz még én is benn maradtam volna. Na, én ebbe fogok kiesni. Nekem annyira kevés alapanyagom lett, kiesek. Hogy szerintem én is kiesek.
Ez így hasonlítani se hasonlít igazából. Talán egy pár pontot elérek mondjuk. Egy 84%? 15. Best. Ózan, jó. Okay. Na hát Ózi, akkor mi most egyedül maradtam? És amúgy az a vicces, hogy kettő ember az, aki még nem esett. Ja nem? Oké. Okay. Jaj, a kutyagumi, ez az, amiben 0%-ot értem el kereken. Ózi, segíts nekem, léci. Segíts nekem. Ez itt. Színes tévé. Így. Hogy volt? Nem. Oda még egy, oda, azaz. Így. És akkor arra. Még maradt kettő, blokkom. Még maradt kettő blokkom, azt hol kell tenni ezt a kettő feketét? Így lesz a jó. De kettő feketén még maradt. Így. Így. Így jó. Igen, valakinek sajnos ezt is kell, hogy tudjátok tökéletesen. Igazából most azt remélem, hogy valaki nem fogja tökéletesen megcsinálni, mondjuk a Supov barátunk. Jó, most ott bénázik. Oké, már csak 5 másodperc. Na, 5. Oké, eddig elcseszte. Nagyon jó, és ennyi. És nem, valaki ki fog esni. Mondjuk Supov barátunk, hát úgyse szeretem annyira. Nézzük, ez aki kiesik. Mi négyen vagyunk benne amúgy igazából. És aki kiesett, az nem más, mint... Te. Egifagytam. Én is kifagytam. Amerika. Amerikát kell építeni. Ja jó, hogy már 6 másodpercünk van. Oké. Pirossal kezdődik. Szétlagolom magam. Hoppá, ez amúgy nagyon durva, hogy az Amerika zászlót kell építeni. Jó, most meg lehet jegyezni, hogy piros, fehér. Meg én nagyjából tudom, hogy néz ki az amerikai zászló. Úgyhogy nekem ez nem annyira nagy erőfeszítés. Főleg úgy, hogy azért megjegyzett, hogy pirossal kezdődik alulra, és ahány blokkod van, addig építed. És ide lerakjuk, így, és tökéletes egyezés. Ozita, amúgy még nézel engem? Nem, mivel kirobott a szerve, a karakterem még ott van, vagy látszódik? Nem, máshol nem látszódik igazából. Mert azt írja, hogy amikor fel szeretnék lépni, hogy ezzel a karakterrel már játszanak. Nem, igazából. A Dumbo gyereknek valami hibás. Annyit látok, hogy valami hibás. Igen, ő a másik... Ja nem. Várjál, mit rontott el? Nem tudom, az a lényeg, hogy Dumbo barátunk kiesett, vagy ha nem is ő esett ki, akkor valaki kiesett, és egyezni fogok egy gyerekkel. Na, kiesett ki. Igen, Dumbo barátunk kiesett, robbanjon, aminek robbannia kell. És nem a fénynek a seggedből. Perecet kell építeni, úristenem. Itt indul. Aj, ez de durva. Hát ez már nehezebb, mint a mestrem C. Ez brutális, srácok. Ez brutális. Egyszerűen annyira nehezek vannak már itt, hogy azt se tudod, hogy hol van. És figyelj, tökéletes 10 másodperc alatt levírtam másolni ezt a... Wow. Fruzsival egyvégyezek igazából. Fruzsi az pont a másik oldalon van velem szembe, úgyhogy semmit nem tudunk látni, nem tudunk egymásról kopizni, ami igazából nem is baj. Habár, hogyha én lennék rosszabbik helyzetben, akkor az nekem jól jönne, de mivel nem vagyok jelenleg rosszabb helyzetben, ezért nem kell. Ezt szeretném mondani, most srácok, hogy fodrásznál voltam, csak úgy amíg letelik ez a 8 másodpercig, nem utassak titeket. Fodrásznál voltam, egy ilyen aranyos kis néni volt, szőkehajú. Brigitta, vagy mi volt a neve? Szőkehajú, 150 centi. Yeah. Lakhely. Lakhely, kulcs a láttörlő alatt, tudjátok. És srácok, eljött az a pillanat, hogy megnyertem az arénát. Tudjátok, valakinek ezt is kell igazából. Nem lehet mindenki olyan sikeres, mint én, de hát valakinek olyannak is kell lennie. Színes TV megnyert az arénát, úgyhogy srácok, én akkor meg is szeretném köszönni a figyelmet, hogyha tetszett ez a másod Leor Memory Builders-es videóm, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel és osszátok meg. Köszönöm a figyelmet és mindenkinek, akik benne volt a videónak, videóban, Mária és Ózon. Sziasztok! Sziasztok! Én Paluka voltam. Sziasztok! Haha. Vagy bad boy. De figyeljétek! Hol az ágyikő? Ott van az ágyikő. Házban. Szóval az mondás segít egy kis ember vagy. Már mi lesz? És akkor most már kérünk jönni. Figyelj, már rég abba hagytam a blokkvevését, de még kattog. Ezt így kell imitálni, figyeljétek.